A páratlanul sok tavaszi fagy egész Magyarországot, beleértve a legnagyobb gyümölcstermesztő térségként ismert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is nagyon súlyosan érintette. Ennek következtében szinte egyetlen gyümölcsfajból sem érheti majd el a közepes mennyiséget az idei termés, mondta el televíziónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb alelnöke. Gyümölcsfajtól függően igazából csak a gyenge vagy a nagyon gyenge jelzőkkel illethetjük az idei gyümölcstermést. Almából egy átlagos évben 6-650 ezer tonna terem Magyarországon, míg egy jó évben 8-900 ezer tonna körüli termést születelünk. Ebben az évben jó esetben egy 400 ezer tonna körüli termést várunk, ami egyébként megegyezne a tavalyi szintén nagyon gyenge terméssel. Azonban a pesszimistább becslések szerint az sem kizárható, hogy ezt a tavalyi 400 ezer tonna körüli igen gyenge termés szintet is alul fogjuk múlni egy 10-20 százalékkal, tehát jelen pillanatban, intervallumban valahova a 340 és a 400 ezer tonna közé lehet tenni az idei almatermést. Ennél pontosabban azért nem lehet megmondani a várható termés mennyiségét, mert még folyamatban van a május-júniusi természetes tisztuló gyümölcshullás. A megyére még jellemző megy és szilva termés mennyisége sem alakul jobban, megyből a jónak számító 80-90 ezer tonna termés helyett a felére sem számíthatunk. Emellett pedig még azt sem lehet felmérni, hogy az elmúlt napok jégverései mekkora minőségi vagy mennyiségű károkat okoztak a gyümölcsösökben, tette hozzá Apáti Ferenc. A szilva esetében szintén nem túlzottan rózsás a helyzet, itt szintén egy a jó évjáratok felének megfelelő termést várunk. Egy jó évjáratban 65-70 ezer tonna szilvát születelünk Magyarországon. Ez jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem fogja meghaladni idén a 30 és 40 ezer tonna közötti szintet. A féltermés az matematikailag, statisztikailag nem hangzik rosszul, de minden idők egyik leggyengébb termése még így is. Egyébként az összes gyümölcsfaj vonatkozásában el lehet mondani, hogy ebben az évben az ültetvényeket ért 15-20 fagyos éjszaka következtében minden idők egyik leggyengébb termését fogjuk idén elszenvedni Magyarországon. Apáti Ferenc hozzátette, az árakat nem a hazai piac határozza meg, hanem az európai kereslet és kínálat viszonya. Mivel azonban tavasszal minden meghatározó európai termőterületet ért fagykár, ezért keresleti piaccal lehet számolni, ami azt jelenti, hogy jelentősebb mértékben csökken a kínálat, ez pedig áremelkedést hoz majd minden gyümölcsfaj tekintetében.